Európa egyes területeire enyhülés érkezett az esővel, ám ez nem volt elég ahhoz, hogy a kontinens folyói csújtó asszályos állapoton javítson. A svájci halászatok egyesülete szerint történelmi mértékű a halpusztulás a folyókon, és sok őshonos halfaj örökre eltűnhet. A Duna-Bajorországi szakaszán a víz hőmérséklete 25 Celsius fokra emelkedett, ezért 6%-kal csökkent az oxigén szintje, ami a folyóban élő pisztrángoknak már végzetes. A Rajna vízszintje szintén egyre alacsonyabb, és további csökkenés várható. Európa második legnagyobb folyója főszállítási útvonalnak számít, a teherszállítás most akadozik. Egy szakaszon 40 cm alá süllyedt a vízszint, így hajózhatatlanná vált. Miközben Németország a vízi szállítmányozás visszaszorításán dolgozik, az Európai Unió 25%-kal emelne azon, hogy környezetkímélőbb legyen a szállítás. Klímaszakértők szerint Németország teljes területén rekordmértékű asszály uralkodik. A súlyos vízhiány a francia bortermelő vidékeket, például Bordeaux-t is érzékenyen érinti. A borászok aggódnak a termésért, mert az elmúlt időszakban mindössze kétszer esett eső.